Mivel a kiemelt sporteseményeket minden szögből kamerák százaival rögzítik, ezért ha kíros helyzetbe kerülsz, egyszerűen lehetetlen megúszni, hogy másnap mindenki arról beszéljen. Na éppen erről szól a mai videó, dőljetek hátra, jó szórakozást és nevetést kívánok, ha pedig érdekel folytatás, kérlek nyomj egy lájkot! Jason Britton az egyik riporter készített interjút a nyertes csapat játékosaival épp. Amikor azonban a 2019-es Pro Bowl meccs végén fel akart emelni a kupát, akkor sikerült eltörnie azt. Egy pankráció szurkoló az egyik résztvevőtől nem csak pacsit akart, hanem elkezdte végig puszilgatni az arcát. Na ez már nem csak kínos, de még majdnem zaklatás is. Az egyik NBA játékos abban reménykedve, hogy bent tudja tartani a labdát, egyenesen a nézőtérre ugrott, ahol több embert is teribe locsolt az ott kínált üdítővel, sőt a nagy része éppen saját magára ömlött. Meccs közben egyszer csak bekapcsolt a locsolóhálózat, amit néhány játékos ki is használt, és gyorsan lehűtötte magát. Pontosan így van, a rossz helyzetekben is meg kell látni a pozitívumot, és gyorsan ki kell használni azt. Élőben kapcsolták az angol úszócsapatot, akiktől mielőtt bármit is kérdeztek volna, a riporter beleesett a medencébe a mikrofonnal együtt. Just look before you get in a swimming pool in future, okay? I hope you can still hear me. I'm gonna have to get rather close and mind the step. Can you continue, Sarah? Because we want to talk about your goal. You don't want to talk about me falling in the water. Maria Sharapova egy profi teniszes, aki azt a kihívást kapta, hogy üsse le a teniszlabda tartót Novák Djokovic fejéről. Ezt azonban kétszer is elrontotta, sőt pontosabban másodikra egy nagyon kényes helyen találta el a férfit. Give me best shot. A játékos azzal ünnepelte meg válogatott mérkőzésén elért sikereit, és azt, hogy keretével 10-5-re verte az ellenfél Szerbiát, hogy a riporternőnek egy puszit nyomott hirtelen az arcára, élőadásban. Látszik, mindenkit milyen kínos helyzetbe hozott ezzel. Studia. A New York Knicks játékos igencsak kínos szituációba keveredett, mikor a labdával a kezében felszaladt a kommentátor pultra, sőt végül a nézők között kötött ki. Megütött pár embert, leverte a gépeket is, ráadásul több kamera is örökre megörökítette a kellemetlen pillanatot. Cedi Osman, a Cavalier játékos büntetődobása előtt nagy levegőt vett, majd mikor kifújta azt, véletlen ki is köpte a fogvédőjét. Erre pedig a férfi reakciója csak még sokkal viccesebbítette a helyzetet. Olyan arcot vágott, ami még a sportkommentátor is hatalmasat nevetett. Ez a 2018-as világbajnokság egyik legviccesebb pillanata volt, amikor is egy gól után Batshuayi olyan gólörömöt választott, ami az egész internetet bejárta, és több millió mém született belőle. Maricelo Cornejo egy híres MMA harcos, aki a mérlegelésére kissé alulöltözötten jött, ezzel az egész termet roppant kellemetlen helyzetbe hozva. Mindenki látszott, milyen furcsán érzi magát, és szerették volna ezt az egészet csak letudni végre. Ez a női boxoló mérkőzésük előtt konkrétan megcsókolta az ellenfelét. Ne kérdezzétek, miért csinálta, de rögtön egy pofont kapott érte. Didier Drogba és néhány csapattársa kissé mókás kedvében volt, ezért az egyik riportert viccelték meg, mikor hátulról kifigurázták őt.
Chelsea. Who wins? Well, that is up to you. Now, last season, Didier Drogba walked away with the top award. The big question is, can he do it again? Well, in around half an hour from now, we'll be finding out. Emberünk itt attól tartva, hogy el fogja találni ellenfele a labdával, ami igencsak tud fájni, elfordult és fenekét mutatta a férfinak. Azonban a mókás része az, hogy ezt látva annyira meglepődött a profi teniszes, hogy a valaha volt legkönnyebb labdát nem tudta átütni végül. Sokan talán nem is tudják, de létezik női amerikai foci is, aminek egyik veszélye az, hogy meccs közben a ruhák félrecsúsznak, vagy egyenesen elszakadnak. Itt is hasonló dolog történt majdnem, amiért a játékos büntetőt követelt a bírótól. If there's a holding on the inside here, that's gonna be really tough to call, okay? Could you see my chin? I'm not looking at it. Elég kellemetlen helyzet alakult ki, mikor az egyik teniszező nem bírta abba adni a nevetést azután, hogy ellenfele egy komoly hibát vétett ellene. Végül meg is kellett állnia és pihennie kellett kicsit, hogy lenyugodjon. Milyen megalázó lehet mondjuk ez a másik játékos szempontjából? Bizonyos források szerint ez a felvétel a 2005-ös világbajnoki szeltorna bajnokságról származik, azonban én jobban utána jártam a dolognak, mivel eléggé furcsának tűnt a videó, és kiderítettem, hogy ez csak egy reklámfilm. Azonban éppen olyan élethű, hogy a félvilág valósnak is gondolja, még egészen a mai napig is. Hogyha pedig valós lenne, akkor ki kell mondjuk, tényleg elég kínos helyzet lenne. Zlatan Ibrahimovic miközben a bíró nem figyelt oda, oda se nézett és tök hétköznapi módon az ellenfél kapusa arcába vágta a labdát. Valami azt súgja, hogy igencsak haragudott rá a férfi. Egy 2008-as hoki döntő után a nyertes csapat kapitánya megkapta a hatalmas kupát, majd miközben a csapatának vitte oda a mesés trófeát, véletlen elejtette azt és darabokra tört a jégen. Látszik, hogy azt se tudták, mit szóljanak ehhez. Collins éppen a meccs után tartott az öltözőbe, miközben igyekezett minden rajongónak egy pacsit adni és megköszönni, hogy szurkoltak neki, azonban eközben véletlen arcon is vágta az egyik ott álló srácot. Ráadásul ez fel sem tűnt neki, mert nem nézett oda éppen. Itt két egyetemi foci csapat mérte összetudását, azonban az egyik játékos, név szerint Elizabeth Lambert, többször is agresszív és szabálytalan mozdulatokat tett, amiért el is tiltották végül. Cristiano Ronaldo poénból többször is kifigurázta már a riportereket. La Juventus continua la sua settimana in preparazione della trasferta di Parma e attende i sorteggi di Champions League. Gyors taktikaváltás történt, Tommy Haas ugyanis tudta, hogy nem éri el Federer labdáját, ezért inkább megpróbálta megzavarni és elvonni a figyelmét ütés előtt. A vicc pedig, hogy ez sikerült is. A 2016-os férfi világbajnoki kerékpárverseny vége felé közeledve, az első helyezett azt hitte, hogy megnyerte a versenyt áthaladva a célvonalon, azonban valójában még hátra volt egy kör a versenyből. Ő viszont elkezdett ünnepelni, és végül sokan meg is előzték eközben. Végül tehát nem nyerte meg a versenyt a valóságos utolsó körben. Mondjuk ez milyen kellemetlen lehet már? Tiéd az előny, az egész verseny közben mindent beleadtál, majd éppenséggel elszámoltad magadat, és emiatt nem nyertél végül.
ez lett volna hát a mai videó, nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, mindenképp csapatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, érdekesen találtok akár ezeket a fajta formátumokat is a csatornámon, mert hogy mostanában több ilyen sportos videót is hoztam nektek, és hogy úgy látom, hogy érdekel titeket ebből folytatás, akkor még lesznek is újabb részek. Sőt, hogyha van kedvetek, akkor nyugodtan kommentben akár írhatok újabb ötleteket is, akár a sportokról, akár teljesen más témáról, tudjátok, hogy mindig olvasom a kommenteket, mindig beszélgetünk, és hogyha úgy látom, hogy van olyan téma, amit sokan megnéznétek még, akkor el fogom hozni majd azt is. Én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, mindenki csatlakozatok a csapathoz, az iratkozatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokára érkezik is a következő, 1-2 napon belül, addig is még további szép estét, és sziasztok!